Középpont. Minden hétköznap 10 órától 12 óráig itt a Hit Rádióban. És ahogy ígértem, ebben az órában arról fogunk beszélgetni meghívott vendégeinkkel, hogy van-e rasszizmus Magyarországon, ők mennyire érzik a bőrükön, mert hogy akár érezhetnék is, hiszen köztünk élő nemzetiségek. Itt van velünk Danó Éva a stúdióban. Szervusz Éva, köszöntünk a műsorban. Köszöntök mindenkit. Aztán Anderson Kohéa. Szervusz Anderson. Szervusz, üdvözlöm a Hit Rádió hallgatói. Jól mondtam a nevedet? Igen, tökéletes. Super. És Szabó Tomás, szervusz Tomás, téged is köszöntünk. Sziasztok, mindenkit köszönök. No, ugye azért, és majd nem sokára érkezni fog egyébként a stúdióba még egy vendégünk is, őt majd akkor mutatom be, ha megérkezett, akkor Éva, először téged kérdeznélek, mesélj egy kicsit magadról, te milyen nemzetiségű vagy, és hogyan kapcsolódsz így Magyarországhoz, gondolom itt születtél. Így van, én itt születtem, teljes mértékben a szüleim is ide születtek, én cigány származású vagyok, 60 városában születtem, így kapcsolódok ide. Nyilván nem egyszerű kérdés ez. Nagyon bonyolult. Beszéljek most erről, hogy én kérdezek még azért igen. Előtte, hogy ha így rád néz elsőre az ember, akkor te azért nem, tehát hogy nem viseled úgy külsőleg azokat a jegyeket, amit mondjuk a roma embereknél szoktunk látni, de van, aki észreveszi egyáltalán rajtad, hogy te cigány származású vagy? Most már szerintem nincs semmi. Hatan vagyunk testvérek, és én gyerekkoromban is nagyon sokat szenvedtem attól, hogy nem barnultam úgy le, mint a testvéreim. Akkor téged ez inkább kifejezetten zavar? Hát engem úgy hívtak a testvéreim, hogy paraszt a családon belül, szóval ez egy nagyon nehéz dolog, de hát most már azért nincs olyan, hogy valaki azt feltétlenül, sőt, inkább kellemetlen valaki olyan módon kezel a cigányságról beszélni, akkor egy 10 perc után szólok, hogy én is az vagyok, hogy ne menjen olyan mélyre, amik nekik aztán kellemetlen lenne. De akkor mondhatjuk, hogy az első atrocitás téged inkább amiatt ért, mert túlságosan fehér volt a bőröd. Hát nagyon sok atrocitásért, de inkább szerintem azt gondolom, hogy nem csak a cigányság miatt, hanem a szegénység miatt, és ahogy a családom élt. Tehát nem voltunk jó család. Azért nem minden cigány családban van az, ami nálunk volt, de az én apám nagyon sokat ivott, verekedések voltak, balhék, és létrejött az emberben a cigányságán túl egy szégyenérzet, amit aztán le kellett dolgozni, hogy ez. Ráadásul azért 60 nem egy nagy város, hanem igen, egy kisváros, ahol azért gondolom mindenki ismer így mindenkit. Van. Mennyire volt nehéz ezt az egész létet feldolgozni, hogy mondjuk egy úgymond nemzetiségi kisebbségnek a tagja vagy, de egyébként nem is látszik rajta, de egyébként még szegények is vagytok, egyébként a családi körülmények is nehezek. Ez mennyire okozott kihívást? Tehát én nagyon nehezen éltem meg azt, hogy hová születtem. Igazából a legnagyobb probléma az volt, hogy az apám az anyámat vert, az anyám meg minket, és nem éreztem azt, hogy az anyám szeret. És ez egy borzasztó nehézség volt túl azon, hogy a családunk, a cigány családok között sem számított egy jó nevű családnak. A bátyám egy évvel idősebb, mint én, de akkor nagyon komoly balhéj voltak, tehát mi voltunk az, akik az újság címlapján ott szerepeltünk, aki ellen az én tesóm elkövetett bűncselekményt, mint az jelentkezzen. Hogy hívták a családodat? Banya család volt a miénk, de igazából én hoztam döntéseket, tehát nagyon korán, 9 évesen döntöttem el azt, hogy nem lesz dohányzás, nem fogok inni, dolgozni fogok, és soha nem lesz cigány férjem. Tehát azt gondoltam, hogy minden cigány férfi olyan, mint az apám, de nyilván nem olyan, de nekem akkor az egy nagyon határozott döntés volt, és mindet sikerült is kegyelemből megcsinálni. Én ki akartam szakadni, én nagyon szomorú voltam amiatt, hogy lenéznek, vagy kiközösítenek, nehezen éltem meg, úgyhogy eldöntöttem, hogy kiszakadok, ott hagyom a települést, elszakadok a családomtól is, el is kellett egy jó hosszú időre. Aztán így nagyon óvatosban tudok csak visszamenni, mert azokkal az értékekkel nem tudok már azonosulni. Na, akkor innen fogjuk majd folytatni a te történetedet. Anderson, akkor téged kérdezek, hát azért, hogyha rád nézünk, akkor azért rajtad látszik, hogy mondjuk nem csak magyar vagy, vagy nem magyar vagy. Te mikor érkeztél? Én 1988-ban érkeztem, apukám dolgozott a Brazil Nagykövetségben, pont a rendszerváltáskor. Akkor azt mondom, hogy jobban tapasztalhattam
azt a rasszizmus, vagy a fajgyűlölet, mint mostanában. Igen? Igen, mert azt gondolom, hogy akkor volt az a nagy hullám, hogy skinheadek nagy hullám, a bőrfejüket akkor tényleg azért elég erősen mozogtak egész Európába, Kelet-Európába, de azt is tapasztaltam, hogy ahogy megkezdtem tanulni magyarul, azért védekezni is tudtam, és akkor nem éltek már vissza azzal a tudatlanságommal, hogy azért nem tudok rájuk válaszolni, viszont azt is gondolom, hogy azért Magyarországon az is számít, hogy nem csak egy rasszizmus van, hanem azért osztálykülönbségek is meghatározzák, hogy az emberek hogyan bánnak, hogy vagy fölöltözve. Tehát ugye Éva is említette ezt, hogy a szegénység miatt is érte hátrányos helyzet, ezt te is érzékelted? Vagy ti azért egy más kaszthoz tartoztatok, diplomata gyerekekként gondolom. Ebben a szempontban nem tapasztalhattam, hogy az, mert nem voltam szegény. Nem azt mondom, hogy sajnos. Nem voltam szegény. Hát, de viszont azért én látom azért, hogy mivel egy autóval közlekedek, egy magas kategória autóval, azért észreveszem az utakon is, hogy azért az emberek, hogy ha... Csúnyán. Ja, hogy miért van az. Inkább egy irigység is munkálkodik, de viszont másik része az is fontos szempont, azt gondolom, hogy a hatalom is azért ezzel a migráns kérdéssel, ami helyes döntés, de viszont áttevődött egy olyan ideológiai kérdés, és azért emiatt szerintem növekedett az utóbbi időben a rasszizmus Magyarországon. Ugye azért köztudott rólad, hogy te futball környékén is mozogsz, ami meg aztán azért bizonyos szurkoló táboroknál szintén előfordul a huhogás, meg a különböző rasszista megnyilvánulások. Te tapasztaltál ebből valaha bármit? Nem nagyon, mert hát igazság szerint... Azért, mert hát én, amikor meccsekre mentem, általában VIP-n ülök, amikor futballmenedzser voltam, akkor azzal, vagy csak VIP ültem, azt nem tapasztalhatom, de hát van, egész világ van, csak itt a kérdés, hogy mekkora mérték elviselhető azért. De amikor ide költöztetek, hány éves voltál egyébként? Én 16 éves voltam. 15 éves voltam. Tehát akkor már jártál ide iskolába? Nem. Nem jártál? Nem, mert csak angolul tanultam, mert azt gondoltam, hogy úgyse fogok Magyarországon élni. Most minek tanuljak magyarul? Hát angolul tanultam, buliztam az életnek a élvezetet éltem. Angolul is tudtak. És emiatt nem gondoltam, hát én a fiamnál a fiam szerintem ki, hát most nem tudom pontosan, mikor érettségiztem le a Bornemi iskolában, de azt gondoltam, hogy ez jobb lenne, jobb elő érettségizni, mint a fiam, úgyhogy 2 év előtt leérettségiztem. És mert ugye azért kérdeztem ezt az iskolát, mert gondolom azért tinédzser korodban mégiscsak itt találkoztál veled egykorú emberekkel, meg fiatalokkal. Mennyire éreztél akkor bármifajta ellenszenvet a részükről, vagy hogy nem fogadnak el, vagy nem barátkoznak veled, mert más a bőrszíned, vagy ilyenek? Az igazság, hogy brazilként az általában az emberek szeretik a brazilokat. Brazilokat szeretik, és abban a pillanatban, hogy megtudják, hogy brazil állampolgár vagyok, hogy Brazíliában születtem, teljesen megnyílnak, teljesen másképpen viselkednek. Azt gondolom. Tehát olyankor nincs az, hogy... Nem. Hát én nem tapasztalom, én azt mondom, hogy ölöny, mert szeretnek megismerked, hogy olyan, milyen az élet a Brazíliában, és arról tudni kell, hogy a Brazília egy nagyon vendégszerető nemzet is, és bárki elmegy Brazíliába, azért tapasztalja ezt, hogy egy külföldönként élni Brazíliában nem az, hogy hátra, hanem előny. Akkor menjünk tovább, Szabó Tomász. Szia. Szerbusz. Neked azért különleges a történeted, mert ugye te osztrák-magyar származású vagy, ha jól Igen. tudom, és hát azért, hogyha választani kell, hogy Ausztriában vagy Magyarországon éljenek az emberek, akkor általában azért inkább Ausztriát, az úgymond jó létet. Kimennek, még rögök, hogy kimennek, de sajnálom egyébként őket. Na, hogy van a te sztorid? Én kint nőttem föl, és jól meg voltunk mindig kint is, meg aztán jártunk Magyarországra be, mikor megengedték nekünk, hogy jöhettünk vissza, akkor bejártunk, aztán én nem vettem észre negatív dolgokat akkor, én csak azt, hogy
például a romákat nem szeretik. Uh-huh. Annóban, 70-es, 80-as években mindig azt mondták, ezeken nem szabad leadni magadat. Én csodálkoztam, mert Ausztriában több volt, mint a roma, volt szerb, török, líbiai, minden volt akkor is már. Akkor is. Ja, és furcsáltam, mi meg egy, a mamám egy nagyon-nagyon szegény gettóban nőtt volt, lakott, oda betették a kommunisták őket, és akkor én mindig mégis azokkal játszottam, a romákkal, meg ezekkel. A probléma ott kezdődött, amikor nagy lettem, és akkor jöttem be Magyarországról turistáként. Akkor volt gond, amikor itt törtem azt a magyart, és nem tudták, és én meg egy kicsit nem szoktam mindig borotválkozni, meg ilyen lazán közlekedek, és akkor csodálkoztak, hogy ki lehet ez az ember, mert nem úgy beszél. Az mit jelent, hogy lazán közlekedsz? Hát régen hosszú hajam volt, meg szakadt farmer nadrág, meg nem nagyon foglalkoztam. Akkor egy magyar törő hippi volt. Igen. Ja, egy ilyen hippi voltam. De, és azt gondolták, hogy én is valami más ember vagyok. De mikor megtudták, hogy Ausztriában jöttem, meg Ausztriában, akkor egyben úgy megváltozott a helyzet, de annyira, hogy már 60-an futottak utánam. Először együtt mentem, utána 60 ember jött utánam. A Forrest Gump is így kezdődött. Igen, Forrest Gump is így kezdődött. Hát ennyi tulajdonképpen. De hát most jelen pillanatban Magyarországon nem veszem ezt észre, ezt a gyűlöletet így. Lehet, hogy azért, mert 4 hónapja a házban vagyok csak, és nem hagytam el. Lehetséges. Médiákban szoktam látni. De inkább Ausztriában biztos, hogy van gyűlölet. Több a gyűlölet Ausztriában? Ott nagyon-nagyon erős. Hát azt hinni az ember, hogy mivel az egy multikulturális ország, sokan vannak, ezért ott mindenki elfogad mindenkit. Hát az addig volt multikulturális, ameddig volt a monarchia szerintem, és a monarchia között még mindenki volt. Vagy ortodox volt, vagy katolikus volt. Muszlim nem volt a császár idő alatt, az még multikulti volt, azt mondta. De utána meg most, hogy most az a kevert keresztények vannak most már Ausztriában, az a sok, és akkor ott nem tudom, hogy honnan jönnek, de nagyon sok van. Például a 16. kerület tele van, 10. kerület tele van. Régen én sétáltam be a belvárosba, dolgoztam, lesétáltam. Most már nem sétálok. Ez Ausztria most. Hát mindenkinek más a véleménye. Tehát akkor szerinted most jobb hely Magyarország? Én azért jöttem ide, igen. Uh-huh. Én azért jöttem ide, mert biztonságosabban érzem magamat Magyarországon, úgy, hogy az unokámnak is, a lányom is ide költözött, egy magyar fiút ismerte meg, házasság volt, minden volt. Mindenki boldog itt most köztünk. Én a másfél éve, most második éve lesz, hogy itt élünk, de én nem tudnám elképzelni, hogy én például kéne költöznem Ausztriába. Ezt nem. Esetleg kimenni, aludni egyet, aztán elmenni egy bécsi szeletet enni, meg valamit, az jó, de azt, hogy élni, vagy mit nem. Én meg tudok élni. Magyarországon is ugyanannyit kell dolgozni, mint kint, ugyanannyit kell adót fizetni, mint kint, nincs különbség. Kicsit a utak rosszak még itt Budapesten, de hát lehet terepjáróval is járni. Ez ugyanakkor az első blokk. Ne vegyi új autót, azt javasolom. Ez volt tehát akkor az első blokk végszava, és akkor megérkezett közben Menszovara is, aki kambodzsai magyar. Szerbusz, Szovi, köszöntünk itt a műsorban. Igen, jó napot, üdvözlöm a hallgatókat. Ugye a te történetedre lennék kíváncsi, te már Magyarországon születtél? Igen, így van, én már itt születtem, apukám jött ide tanulni, olyan szerencsés volt, hogy Kambodzsában voltak ilyen programok, hogy a diákjait kiküldtek külföldre, ilyen nagyon ilyen random választották az országot, tehát apukám úgy jött ide, hogy nem is tudta, hogy ezt kapta. Igen, így van. És ő tanulni jött ide, ugye a Richter Gedeonba tanult vegyészmérnök, vagy valami ilyesmi hasonló, és ugye én már itt születtem abszolút, úgyhogy nagyon ezt a rasszizmust én annyira nem tapasztaltam meg, de így gyerek feje voltak dolgok, amikkel találkoztam, meg például apukám abban az időben a rendszerváltás, akkor így nagyon mondta nekünk, hogy farmer nadrágot ne vegyünk fel, mert hogy azt inkább a
hogy valami védelem miatt, pontosan már nem emlékszem rá, de hogy itt is a rasszizmus volt valamiért, hogy azt ne vegyük fel, mert hogy... Leszedik rólad a skinheadek. Nem tudom, de például nagyon sokszor volt olyan, hogy mikor kiderült rólam, hogy én inkább kambodzsai származású vagyok, akkor mindenki bevallotta körülöttem, hogy azt hitték, hogy egy cigány gyerek vagyok, de nem volt különbség igazándiból. Úgyhogy annyira én ezzel nem találkoztam. Volt egy tanárom még szakközépiskolában, amikor csináltam a szakács iskolámat, akkor volt egy tanár, aki tudta, hogy pikkelt rám, mert nagyon éreztem egyébként, és mindig lehúzta az ételeimet, mindig rossz jegyeket adott rá, de az enyémből repetázott. Tehát azért nem tud annyival meghasonlani önmagával. Úgyhogy annyira úgy nem. Hát nyilván, hogyha lát az ember az utcán ilyen bőrcsek is, acélbetétes embereket, akkor van tőlük ilyen szúros tekintet egyébként, de úgy atrocitás, úgy belémkötés, úgy annyira ezekkel én nem találkoztam szerencsére. Egyébként a te történeted egy kicsit hasonlít az enyémhez, mert hogy az én apukám meg Laoszi, ami ugye Kambodzsához egészen közel van, és azon gondolkodtam idefelé jövet, hogy nekem például semmilyen ázsiai identitásom nincs, úgyhogy talán beszélgessünk egy kicsit erről, hogy ti minek tartjátok úgy magatokat? Magyarnak, kambodzsainak, románnak, brazilnak, osztráknak, vagy tehát, hogy mert én bevallom őszintén csak magyar identitással rendelkezek. Igen, én is inkább azt mondom, hogy a magyar identitást tudom magaménak, de amikor itt vagyok Magyarországon, akkor jobban hangsúlyozom, hogy kambodzsai vagyok, de amikor Kambodzsában vagyok, akkor meg jobban hangsúlyozom, hogy magyar vagyok. Szóval ez ilyen érdekes, de igen, tehát mikor kint voltam Ázsiában többször is, én azt a kultúrát, azt az ottani életet, az életstílust annyira távol volt tőlem, olyan életidegen abszolút, és mikor rokonokat látogattunk, ugye apukám részéről, akikről azt sem tudom, hogy kik, igen, és olyan idegen, hogy ott ül velem szemben a nagyapám, és tudom, hogy a nagyapám, de tehát próbáltam családként kezelni, de mégis olyan kicsit olyan hideg egy kicsit. Most, hogy már 5.-6. alkalommal vagyok ott, már kicsit közelebbnek tudom magaménak, de igen. Egyébként nálam is így volt ez, amikor először megérkeztem Laoszba, akkor így próbáltam valahogy azonosságot vállalni vele, vagy hogy ez az én otthonom, hazám, és akármennyire igyekeztem, abszolút nem ment. Tehát, hogy szép volt a táj, meg érdekes volt az elefánt a vízben, meg a Mekong, meg ilyenek, de semmifajta identitást, meg sorsközösséget sem éreztem. Szerintem azért az is múlik ez, hogy hol születik meg az ember. Ivan, nálad hogy volt? Hát én Magyarországon születtem, tehát én tudok azért a cigány identitásommal azonosulni, tehát én nem is tudok másképpen gondolkodni magamról. Én szociális munkás vagyok, cigány gyerekekkel foglalkozom. Azt gondolom, hogy nem is tudnám csinálni, ha nem lenne bennem ehhez, tehát empátia. De az biztos, hogy inkább a cigány kultúrára, rossz módon ráragadt dolgok meg, amit a családom hozott, azt föl kellett számolni, és egy bizonyos idő után tudtam én is visszamenni, de teljesen jól el vagyok. Tehát én nagyon hálás vagyok most már azért, hogy így sikerült a nehézségekből kijönni, de nincs az a problémám, hogy... Amikor tőled megkérdezik, hogy te minek tartod magad, akkor azt szoktad mondani, hogy cigánynak, vagy hogy magyarnak? Én magyar ember vagyok, cigány származással is, és én ezt amúgy nagyon élvezem, mert azt gondolom, hogy nem lehetnék az, aki ha nyilván más a helyzetem, mert aki külföldről jön, akkor ez egy országgal is, és ezt nem tudnám elképzelni, de a cigányoknak nincs országgal, ami ez könnyebb. De azt gondolom, hogy így alakult, és ezt teljes mértékben vállalom. Nem is tudnám a munkámat se csinálni, hogyha nem ismerném ilyen mélyen azokat a sorsokat, mert olyan, mint az enyém volt. Mi az, ami szerinted a cigány identitásnak az úgymond plusz jellemzője? Tehát mit ad az hozzá egy embernek a személyiségéhez? Én azt gondolom, hogy az másfajta mérséklet a miénk, és nagyon nagy áldás tud amúgy lenni.
Tehát, hogyha nem a negatív dolgokra használja azt az ember, de például a munkában nagyon aktív tud lenni, nagyon terhelhető tud lenni. Tehát azokat az energiákat, tehát nem, amit nem hangoskodásra, vagy egyéb dologra, meg ravasságra használjuk, akkor nagyon jó munkaerő tud válni például az emberből. És én például nagyon megtanultam magamat megvédeni, és én ezt amúgy élvezem is, hogy de nem az önsajnálat, amit itt előtte beszéltünk, hanem én nagyon ki tudok állni a jogaimért. Erre nevelem a gyerekeimet is, hogy nem egy sérült lélekkel szaladgáljunk, hanem az az energia, ami van bennünk, azt fordítsuk jóra, és legyünk hasznos tagjai a társadalomnak. Nagyon fontos, amit mondasz, ez a sérült lélek, mert hogy szoktunk ugye ide a rádióba is hívni különböző roma szakértőket, és mostanában látok egy ilyen megújulást ezen a területen, hogy azt mondják, hogy ne a sérelmekről beszéljünk, meg ne arról beszéljünk, hogy nekünk mennyire nehéz, hanem a jövőbe nézzünk, meg a jó dolgokra nézzünk, és azt látom, hogy a cigányság politikai vezetésében ez még annyira nem indult el, de egy a gondolkodó rétegekben, meg az úgymond hétköznapi emberekben, hétköznapi hősökben azért elindult ez a folyamat. Szerintem nagyon fontos lenne a cigány politikusoknak megújulni. Igazából szerintem azért nem tud lecsúszni ez a gondolkodás azokra a rétegekre, akiknek meg szüksége lenne rá, tehát a szegregátumokban élő cigány gyerekeknek, meg szülő mert nem újulnak meg a politikusaink, meg kell újulni. Értem én, hogy 500 éve élünk periférián, és szolgáljuk ki mindig az adott falut vagy települést, voltunk azért teknővájók, meg muzsikusok, meg egyéb, de azt gondolom, hogy be kell jönni, és asszimilálódni kell, de viszont, ha a rasszizmusról beszélünk, tehát nekem az én olvasatomban egy mély és rejtett dolog ez. Mert azért, amikor meg az ember tapasztalja ezt, például egy olyan iskolában, ahol 50% cigány gyerek, és megcsinálnak simán egy fegyelmi tárgyalást szülő nélkül, akkor azt gondolom, hogy olyan jogok sérülnek, aminek meg nem kellene. De azt is gondolom, hogy muszáj beleérezni mindig a másik ember helyzetébe, sorsába. Ha brazil, ha osztrák, és ha kambodzsai, és akkor el lehet kerülni szerintem a rasszizmus. Mindig az empátia hiányát élem meg amögött, hogy valaki magasabb rendűnek tartja magát, vagy nagyon lenézi, mert azért én szoktam mondani, hogy szülessen meg valaki újra egy cigány telepen, és mutassa meg, hogy mennyire vagány. Tehát azért az nem olyan egyszerű, ha az apád börtönben van, az anyád egy full drogos, szakadt a ruhád, és menjél be az iskolába, és teljesítsél jól, és járjad ki rendesen. Tehát nagy-nagy segítség kellene, és viszont nincsen. Ennek mi az oka? Emiatt meg nagyon nagy a különbség. Én ezen gondolkodtam nagyon sokat, hogy hát tulajdonképpen pénzeket szoktak biztosítani rá, csak ugye tudjuk, hogy az más hollandol. Így van. Vannak olyanok, mint te azért jó szakemberek, bár soha nem elég, de vannak. Amik nem ilyen elmaradott tanyák, hanem városok, ott én azért azt tapasztalom, hogy próbálnák is felhúzni ezeket a gyerekeket egy szintre. De mi az oka annak, hogy azért még mindig tömegesen lehet arról hallani, hogy a fiatal roma fiatalok elkallódnak, szintetikus drogokat fogyasztó fiatalok lesznek és egyebek? Igen. Én erről azt gondolom, hogy tehát egy sokkal korábbi segítség kellene. Tehát kisiskolás korban, sőt, megkockáztatom, oldás korban el kellene kezdeni a tanulás fontosságáról beszélni. A munkám során azt tapasztalom, hogy ezeknek a szülőknek egyáltalán nem fontos a tanulás. Tehát az én családomban hatan vagyunk testvérek, én most is járok egyetemre, meg van felsőfokú végzettségem, de például egyetlen egy tesómnak van egy eladói vizsgája, vagy de nektek a szüleitek mondjuk nem beszéltek arról, hogy tanulj lányom, mert akkor nem tudsz kitörni. Tehát az én anyám az úgy halt meg 2 éve, hogy analfabéta volt, se írni, se olvasni nem tudott, és a fatárom se tanult, alkalmi munkát végzett. Szóval nem érték a tanulás a cigány családokban, és ebben egy gondolkodásbeli változás kell, és ezt kicsi gyerekkorban kell elkezdeni, mert nekem is olyan segítőim voltak. Tehát tanárok, hogy csináld, tanuld, egy lelkész feleség, aki bátorított igazából, hogy mondjam, nem tud a normálisba beállni szerintem egy cigány gyerek, amíg a lelke nincs fölhúzva, ez a sérültség nincsen gondozva. Nagyon sokszor én azt hallom, hogy azt mondják, hogy
hiába tanulsz, mivel rád néznek és látják, hogy cigány vagy, úgysem fogsz munkát kapni. Én ezt nem gondolom. Én azt gondolom, hogy ezen túl kell lépni, és meg kell győzni a munkaadót, hogy miért lennék én neked jó munkavállaló. Én azt gondolom, hogy esélyt mindig kap az ember. Nekem is mondta ezt az egyik rokonom, hogy cigány vagyok, kétszer annyit kell dolgoznom, akkor dolgozzál kétszer annyit, mert ezek szerint meg tudsz kétszer annyit. És hogy azért nekem olyan tapasztalatom soha nem volt, hogy a munkaadóm ne lett volna hálás, és mindig olyan pozícióba került az ember, ami jó volt. Szóval de akkor mondjuk te a munkahelyeken, állásinterjúkon ezt a rasszista felfogást nem érzékelted? Nem érzékeltem. Tudom, hogy volt olyan vezetőm, aki azt mondta, hogy nagyon félt attól, hogy ő egy cigány embert alkalmaz, mert azért ezt nem rejtettük véka alá, de azt gondolom, hogy... De ilyenkor még ezt szoktad mondani az LS interjú, hogy... Volt, aki tudja, vagy eljutott hozzá hír, és volt, aki konkrétan rákérdezett. És ugye mivel a cigányságnak a munkavállalásáról él egy olyan sztereotípia, hogy nem dolgoznak jól, vagy keveset, vagy kevés ideig bírják, aminek azért van valóság alapja, az álhatatosság hiányzik, de azért meg beengedett, és szerintem nagyon-nagyon hálás, és utánam 3-4 cigány alkalmazottat vett fel. De egyébként nagyon érdekes, amit mondasz arról, hogy a cigány embereknek a munkához való hozzáállása, mert én ismerek keresztény újjászületett roma embereket, akikről viszont tényleg elmondható az, hogy nagyon szépen nevelik a családjukat, és mondjuk tényleg kétszer annyit dolgoznak, mint egy átlag ember, nagyon megbízható szakmunkások, és nagyon kiváló munkát végeznek. Akkor ez egyébként azt jelenti, hogy ha éri őket olyan hatás, ami megváltoztatja az életüket, meg ami kizökkenti őket ebből, akkor viszont ők valójában a világ egyik legtehetségesebb nemzete? Én azt gondolom, hogy van bennünk igen valami plusz energia, ami nagyon nagy áldás tud lenni, és ha az ember tényleg ebből az önsajnálból kijön, és nem azon lovagol, hogy lehet, hogy az anyám méhéből kijöttem, és amúgy valóban engem elutasított már ott a világ, meg elutasított az anyám, de túlteszem ezzel magam, hozok akarati döntéseket, azok mellé tényleg ragasztok cselekedetet, és ha kell, 2 órát tovább maradok a munkájában, mert bele kell jönni. De amikor meg belejön az ember, akkor meg szárnyal. És szerintem ezért nagyon-nagyon hálásak a munkaadók is, és azt gondolom, hogy a cigányoknak ez feladata is. Hát nem elég csak sajnálni magunkat, hanem le is kell tudni rombolni ezt a képet, ami kialakult. És én nagyon-nagyon sajnálom azt, hogy intelligens tanult cigány emberek, tudom, veled beszéltük azt, ugye, hogy visszamenni a tradícióba nagyon nehéz, mert nagyon komoly távolságot kell tartani, mert az nem azt jelenti, hogy visszacsúszok abba az életmódba, de viszont hiányolom, hogy nem mennek vissza a képzett cigány fiatalok, és nem mennek oda egy cigánytelepre, és nem fognak maguknak 5 gyereket, és mentorálják, és mondják azt, hogy figyelj, én itt vagyok, és én is tanultam, te is csináld, bátorítani. Szerintem nem jó az oktatás, ami most van, tehát speciálisabb kéne. Tehát itt először a lelket kéne helyrehozni, és utána arra ráépíteni a tudományt. Utolsó kérdésem, aztán a többiekre is folytatjuk, de ha már oktatás, ugye azt mondod, hogy speciálisabb kéne, akkor beszéljünk egy kicsit a szegregáció kérdéséről, mert hogy az én felfogásomban a szegregáció nem mindig egy rossz dolog, hanem sokszor az egy ilyen a saját szintjén és a saját tempójában haladó oktatás, amire talán van, amikor igenis szükség van. Én azt gondolom, hogy speciálisan kellene erre reagálni, ahogy a tanulási nehézséggel vagy egyéb nehézséggel küzdő gyerekek életében is speciális oktatást kapnak, fejlesztést kapnak. Én azt gondolom, hogy nagyon sok cigány gyereknek ugyanígy ez kellene, hiszen olyan hátrányból indulnak, ami nem lehet elvárni, hogy ő ledolgozzon első-másodikban. Tehát nem tudják ledolgozni, mert azt butaság azt gondolni, hogy az egy kisgyerek, tehát tudom én is, tehát lehet, hogy bambán nézett az ember kisgyerek korában, de tudtam, hogy apám verekedett, tudtam, hogy most börtönben volt, fölfogtam, ami körülöttünk volt, és ez egy olyan teherként, köpenyként van az emberen, hogy bemész az iskolába, és nem tudsz éppen oroszul megtanulni 15 szót, mert azon gondolkodsz, hogy anyád bordája mikor fog meggyógyulni, mikor jön ki a kórházból, mit fogok főzni a kis tesóknak, és kitől kérjünk kölcsön kenyeret. Tehát ezzel a teherrel bemenni egy iskolába és jól teljesíteni nem lehet. És én ezt gondolom, hogy ebbe kell, tehát szegregációban nem hiszem, hogy az az oktatás az jó, de hogy specializálni kell, és ezeket a kis cigánygyerekeket nem mindenki
cigány. Ez inkább vagyoni helyzet, vagy szociális helyzet. Tehát, hogy együtt jár a cigánysággal azért sok esetben, a szegregátumokban, még Pest megyében is a szegénység, borzasztó mély szegénység. Anderson, ugye te itt élsz akkor most már 32 éve. Megtanultad a nyelvet, és hát így ráadásul a hídgyülekezetének is ugye aktív tagja vagy. Mondhatnánk azt is, hogy ha nem a bőrszínedet nézzük, akkor azt mondanánk, hogy te egy ilyen ekte magyar ember vagy. Lehetnék. Szóval, és nemrég olvastam egyébként a hit.hu-n egy ilyen részletes interjút, veled ajánlom is a hallgatóknak megtérésedről, életedről, ahol mondtad, hogy pár évvel ezelőtt például elgondolkodtál azon, hogy vissza kéne menni Brazíliába. Szóval, hogy te most hogy állsz ezzel az identitási kérdéssel? Hát az identitásom azt gondolom, hogy 99% még brazil. Az igazság, hogy 2 éve vettem fel a magyar állampolgárságot, mert szavazni akartam egy ügybe, egyébként a migráns kérdésbe akartam voksomat tenni annak a párt, aki ezt támogatja. És nem nehéz volt is fölvenni azt, hogy nekem mi a Brazíliában születtem, egyszerűen brazil a kultúrám, természetesen, amikor az ember megtér, az rengeteg minden le kell, hogy mondjon, mert akkor nem tud felépülni hitben, nem tud egy hiteles, autentikus keresztény lenni. Emiatt azt gondolom, hogy persze, keresztényként azt mondom, hogy brazil az identitás, de inkább mennyi az identitásom. Tudom, hogy nem erről szól a téma. Nem, de szinte a keresztény identitás sok mindent felülír ilyen kérdésekben, nem? Hát igen. Szerintem a kereszténység miatt tudjuk egészségesen kezelni a származásunknak az identitását, mert nyilván ez a legfontosabb, hogy az ember keresztény ember. Hát igen, mert ahogy mondtad, azt gondolom, hogy igen, hogy minden, van olyan, hogy talán az államnak is, például azt látom Brazíliában, hogy az államnak is, az előző kormánynak is érdek volt, hogy mély szegénységben, segélyből tartson a szegényeket, hogy a buta nép az nem tud lázadni, nem tud gondolkozni, és emiatt csendben marad. És azt látom is, hogy ezek a segélymódszerek, aki a romáknál működnek, az nem biztos, hogy egyet tudok érteni, mert azt gondolom, hogy a munkát kéne biztosítani a szülőknek, hogy egy normális megélhetés legyen, hogy a gyereke is, tudjátok meg, azt is tapasztaltam meg gyerekkoromban, hogy az is nagy különbség van, hogy ha azok az iskolatársam, aki a szülők elváltak, tanulmány eredményei, meg lelkileg is sérült emberek voltak. Ebben csak az, hogy elvált egy... Hát az, hogy különbség van, hogy nincsen mit enni, azért nagyon-nagyon... Ez ugyanaz a kérdés a COVID-19-vel, és hogy ez egy globális probléma, de minden országban egy egyeni megoldás kell, mert bizonyos országban nem tehetik ezt, mert hogy 2-3 hónap az ember nem megy, mert van olyan ország, Afrika, hogy egy napról másra élnek. Igen. Nem lehet bezárni ilyen embereket. Igen. Ebbe is megy Brazíliában is a lalázodás, mert azért már 2 hónap... Ott most nehéz is a helyzet a COVID kezelése kapcsán, igen, azt hallani. Igen, az az igazság, hogy a Bolsonaro elnök az rengeteg jó döntés volt, de viszont mivel államok vannak, és az kormányzó, vagy a polgármester dönti el, hogy legyen karantén, vagy nem, emiatt nagy-nagy viták vannak. De azért az el kell mondani, hogy mostanában hallottam, hát, hogy Brazíliában többen haltak meg, mint Spanyolország. Hát mondom, persze, hát 4-szer vagy 5-szer akkora ország. Azt látom, hogy millió számba azért Belgiumban halott, igen, több ember, mint bárhol a világon. Úgyhogy, pedig az egy kisebb ország, mint Brazília. Egy kisebb ország azért. Ugye neked már a gyerekeid akkor itt születtek, így Magyarországon. Van. Nekik mi az identitásuk? Magyar? Brazil? Vagy hogy van ez? Illetve őket érte bármifajta negatívum a származásuk miatt? Hát nem mondanám, mert ők azért, én is, azért, mert azért én sem vagyok 100%-ig fekete, például a nagymamám fehérebb nálad. Nálam nem nehéz. De egy fehérebb, mint egy svéd ember, és úgy azért... Szőke kék szemű. Lehetséges, azt nem, amikor megszülettem, már nem élt. És az anyukám is egy ilyen nagyon finom finozomiája van, egy ilyen olaszos, és ilyen, nem egy ilyen kifejezetten néger vonásai vannak.
És azt mondom, hát a fiam, de lehet, hogy összekeverhették, hogy romák, de nem igazán tapasztalt. Például természetesen majdnem minden gyermek a bonnemi szövés járt, de nem. Hát az sokat is számít, hogy milyen körülmények él az ember. Ők mennyire keresik az identitásukat, vagy ő nekik teljesen jó így, ahogy van, és... Az elején a fiam azt mondta, hogy nem fog itt Magyarországon élni. Uh-huh. Az talán lehet, hogy azért volt rossz tapasztalatai, de viszont ahogy én is, mikor 2008-ban is haza akartam költözni, és azt gondolom, hát nem a gyülekezethoz tartoztam volna, vagy nem itt értem volna meg, akkor én is elhagytam volna Magyarországot, de ez nekünk egy speciális helyzet, mivel azért nekünk az Istennek a vezetését kell minden szempontból figyelembe venni. Ha jól tudom, ott, amikor vívó te volt, és egy ilyen természet fölötti élményed, igen, kaptál üzenetet, hogy maradj. Igen, így van, hogy hazaértem, és aztán gyorsan kikalkuláltam, hogy mennyi pénze van, mennyi vagyom, mondom, Brazíliában úgy élnek, mint a befőtt. De amikor ezt gondoltam, olyan érzésem tapasztaltam, hogy mintha egy házasságot törés követtem volna el, vagy megöltem valami. Olyan azonnal Istentől kellett bocsánatot kérnem, hogy Uram, bocsáss meg azt a gondolatot. Pedig az a Bibliában is benne van, hogy már gondoltam, de érdekes, és ezen vívottam szerdáig, és elmegyek az Isten tiszteletre, és hát Sándorról beszél, hogy mindenki a saját országba kell élni. Mondom, ez Uram, ez más volt. Nekem nem így mondta. Végig tanakodtam. Aztán végén találkoztam vele, be akart menni a protokollba, visszanézett rám, hát azt mondja, te itt maradsz. És akkor bizonyosodott be, hogy de tényleg, mert van olyan kijelentés az ember életében, hogy ha jönne angyal a mennyből, akkor se fogadnál el, hogy ez nem így van. És ez meghatározó, és azt látom, hogy sokan rossz döntéset hoznak, amikor elhagyják egy gazdasági helyzet miatt Magyarország véglegesen, mert azt gondolom, hogy hát össze vagyunk hívők, hogy a próbánkon is megkiálljunk, és azért nem azt gondolom, hogy ezt a nehézség miatt kell elhagyni egy ország, vagy úgy cselekedni, azért nekem is vállalkozónként, nekem is nehézségem. Hál' Istennek egy jó likviditással rendelkező szégem van, de az alkalmazatém egyiket se bocsájtottam el a 3 hónap alatt, mert azért az embernek számítani, vagy számunt kell adni Istennek a tetteivel. És most mekifelé jöttök egyébként? Hát most nyitnak a mozi. Hát figyelj, azt gondolom, hogy mínuszban vagyunk, elveszítettünk egy 10-15-20 milliót, de azt gondolom, hogy ez nekem számomra ez jó volt, mert nem azt, hogy elveszem, vagy nem nyertem meg, csak hogy azért már 25 éve vállalkozó vagyok, rengeteg feladatom van, több területen is szolgálok, és én februárban talán egy ilyen kiégés szélen voltam, és számomra ez nagyon jó az, hogy 3 hónapot azért nem akkora teherre kellett dolgozni. Nem mondhatjuk, hogy van fontosabb is, mint a pénz. Igen, igen, mert azt gondolom, hogy mi mint nem azt a tempót kell követnünk, amit a világ követ, mert van családok, van barátok, érted? Át kell gondolni, számolni kell az időnkkel is, úgyhogy azért ezeket fontosabb dolgok. És azt gondolom, sok érett keresztény, és azért lelkészek is a gyülekezve, azt gondolom, hogy örülnek, azt is hallottam valakitől, hogy a gyülekezet megsértődött rá, mert azt mondta, hogy örül, hogy otthon van. Hát rengetegen is rengetegen elmondták ezt egyébként, hogy nyilván vannak nehézségek, meg nagyon együtt érzünk az áldozatokkal és a gyebek, de arra, hogy kicsit lelassult az élet, és egy kicsit úgy oda tudunk figyelni jobban Istenre, egymásra, az viszont egy jó dolog. Mi is egyébként itt a rádióban azt tapasztaltuk, hogy sokszorosára nőtt a hallgatottság, ugye Németh Sándor naponta 2-szer hirdette Isten igéjét élőben, tehát hogy ezek mind olyan dolgok, amik megértékek, és egy kicsit jó is volt talán úgy más szemszögből nézni a dolgokat. Tomasz, ugye
Már beszéltünk arról, hogy neked ez egy ilyen különleges helyzet, hogy te Ausztriából költöztél Magyarországra. Te így identitás szempontjából magyarnak, osztráknak, vagy osztrák-magyarnak tartod magad? Mindig attól függ, hogy mire vagyok mérges. Ha magyar vagyok mérges, akkor azt mondom, ilyen nincsen Ausztriában. Akkor magyar vagyok. Azért trükközök még. Nem. Én úgy érzem magamat, hogy lányom, gyerekeim mind kint születtek Ausztriába. Feleségemet csak fogtam és kivittem. Feleséged ő magyar? Ő magyar, füredi lány, igen. Fél év alatt vittem ki Ausztriába, gyorsan elvettem is kész. Utána betettem egy suliba, megtanultam németet meg, de ahányszor jöttünk látogatásra Magyarországra, akkor mindig nehéz volt kiutazni. Ja, és hát, visszamenni? Visszamenni, igen. Visszamenni Ausztriába, mert jobban tetszett nekem itt lenni. Nyugodtabb voltam Magyarországon. Nekem ez így jobban tetszett. Igazából őrültem, hogy ide költöztünk, de nehéz lett nek. Annál jobban akartam, vagy annál közelítette az időt, hogy ide költözök, annál több, komolyabb ajánlatokat kaptam Ausztriában. Már nem volt normális, amit ajánltak föl. Sokan mondták, ne menj, ne hagyd el Ausztriát, ne hagyj a barátaim évek. És mondtam nekik, de én megyek, miért itt is tudok élni, jó ez itt nekem ez tetszik. Miért miszel? És én igazából azért mentem el, mert ez, ami van Ausztriában, ez tényleg nem kóser. Ez nem tetszett. Én mikor Bécsbe laktunk, akkor úgy jártunk, hogy szerdán utaztam Bécsből Budapestre, gyülekezetre, és vasárnap megutaztam Veszprémbe, és azt minden héten csináltuk. Ha velem volt, amikor a kutyám is velem volt, mert nem tudtam hova tenni, volt egy nagy boxerom, aztán azt is vittem magammal. Istentiszteletre? Istentiszteletre, ja, hát kint hagytam a parkolón, mert nem tudtam hova tenni, de mondom, és ilyen nincsen Ausztriában, ilyen, hogy mondjam neked, ilyen összejövedelem, ilyen fajta nincsen ottan. És ez egy nagyon komoly dolog, ami itt van, meg hát nem tudom, mindenben jobb volt ez nekem itt tetszett. Milyen mások a magyar emberek az osztrák emberekhez képest? Milyen más a magyar meg az osztrák különbözik között? A mentalitásban. Az osztráknál az a könnyű az osztráknak, hogy van egy kultúra, van generáció, több generáción keresztül. Nem voltak ilyen csapások. Jó, volt a második világháború kész, de 55-ben már megint szabadok voltak, mert 3 hétig ivott a osztrák kancella a Gruscsovval, és akkor semleges ország lett. A magyarok nem ittak 3 hétig, hanem itt maradtak 70 évig a kommunisták. Hát nekünk ez volt a feladatunk. Apu így hozott minket Magyarországra, azt nem is mondtam. Képzeljétek el, ez volt a feladatom, kisgyerek voltam, Magyarországra jöttünk nyaralni, és az volt, mindenkinek volt saját útlevele. És 72 órát volt, hogy be tudjad magadat jelenteni a rendőröknél. És amikor bejöttünk, elmentünk zöldségesnél bevásárolni, apu mindig föltette a táskát a kocsi tetejére, és valaki elvitt, és a mi útlevelünkből kiutazott mindig egy család. Mi ezzel voltunk, minket tréningeztek kint Ausztriába, hogy ide jöjjünk és ellenálljunk a kommunista rendszernek. Ha sokat tettetek azért. Persze, nekünk fölgyújtották. Ugyanaz az ember gyújtotta föl a mi házunkat, amit annóban a gyülekezetnek a szóföld. Igen. Ugyanaz a rendőr. Egyforma rendőrünk is volt, ja. Azért volt már régen is összekötötés a gyülekezet, csak nem tudtam. Hát a tűz az volt, meg a kommunista ellenség volt, az volt, de most, hogy most itt vagyok ebben az országban, meg én boldog vagyok. Én azt mondom, ez a külföldi ellenség, ami van, ez vicc, ami kint van. Menjék ki, ülj le, és játszd el a külföldit, biztos nem szolgálnak ki. Értesz? De itt mindig kiszolgálnak Magyarországon. Uh-huh. Itt inkább azt lehet, mint az Évi mondott, mint te is mondta, hogy vannak azok roma problémák vannak, az a szegénység van, meg minden. Én személyesen ismerek egy családot, ami Nyíregyház fölött van. A 2020-at írunk, és még vízbojleruk nincs. Érted? És ez az a tragédia, és van egy pici csecsemő, egy roma kislány,
a rokonunk megtért, tudod, és ez szegénység. Igen. És ott kell segíteni például ilyen dolgokban. Én is azt gondolom, nagyon hiányolom, én is ugye gyerekvédelemben dolgozom, és van pszichológus, van családterapeuta, de hogy nincsen lelkész. És azt gondolom, hogy egy nagyon modern gondolkodás lenne az, hogy behozni egy lelkész. Hát én nem tudom elhozni ezt a lányt, ezt a fiút, a lányt, a babát, mert olyan messzén laknak, 300 vagy 400 kilométer, arrafele nincs lelkész, pásztor. Itt járt a Veszprémbe is volt, meghívtuk Veszprémbe ide gyülekezetbe, és ilyeneket lehetne. Tehát itt a lelki nyomotra muszáj. Én nem is tudom. Én azért azt láttam egyébként, hogy a hitgyülekezetén belül, főleg ha arra gondolunk, hogy a 90-es években milyen szociális háttérből tértek meg emberek, meg érkeztek a gyülekezetben, hogy itt azért nagyon sok segítséget tudtak kapni azok, akik már bejöttek. De ugye az egy következő lépés, hogy ki is kell menni hozzájuk, és házhoz vinni a segítséget. Hát ezen a területen azért még bőven van feladat, úgyhogy kedves hallgatók, titeket is buzdítunk, hogyha úgy érzitek, hogy szeretnétek segíteni, akkor keressétek meg azokat a fórumokat, ahol tudtok. Talán Évet is ajánlom nektek. Ha jeleztek a szerkesztőségnek, akkor bizonyára megadjuk az elérhetőségét, hiszen ő is ebben dolgozik, nemrég díjat is kapott egyébként a munkájáért, és tényleg nagyon fontos ez a munka, amit végez. Néhány percünk maradt, úgyhogy egy összegzésként akkor talán arra lennék kíváncsi, hogy ti hogy érzitek mondjuk a más országokhoz képest, egyáltalán mondható-e Magyarországról az, hogy rasszista ország, hiszen ugye most voltak azért ilyen antirasszista tüntetések itt és egyebek, talán akkor Szóvi veled kezdjük. Hú, hát most így összevetve más országokkal, szerintem biztos van más ország, aki, sőt, szerintem Angliában azért, szerintem ennek a rasszizmusnak nagyobb tradíciója van, főleg ugye a foci huligánok, stb. Úgyhogy szerintem ez most már Magyarországon már kezd talán kiapadni, meg szerintem ez valamilyen szinten talán divat is volt, ugye a fiatalok körében, csak ugye ők talán már felnőttek, esetleg észhez tértek, mert már egyre kevesebb ilyen embert látok. Úgyhogy szerintem ez így már kezd így talán kiapadni, én úgy gondolom. Úgyhogy hát reménykedjünk, hogy ez tovább is így észhez térünk, és ez így egyre kevesebb lesz, és inkább tovább nő esetleg az empátia, az együttérzés. Mert azért valahol mi is magyarok, ugye mi is híresek vagyunk a vendéglátásról, és ugye ez a vendéglátás, ez nem csak arról szól, hogy gyere, egyél, így áll, hanem ez is hozzájárul, hogy együtt gondolok a másikkal, beleérzek az ő helyzet, empatikusak vagyunk, igen. Éva? Én azt gondolom, hogy tehát egy másfajta rasszizmus van Magyarországon, mint ami van külföldön. Szerintem azért van, de én azt gondolom, hogy azon kell dolgozni, hogy meggyőzzük azokat az embereket, akik, tehát mi voltunk Jobbik tüntetésen, és beszélgettünk a Vona Gáborral is arról, hogy mi a probléma. Láthatóan egész jól meggyőztétek. Igen, én azt gondolom, hogy ez egy jó sikerült beszélgetés volt, de hogy igen, hogy meg kell győzni, és hogy mi az alapja, tehát hogy a sértettség az alapja annak, hogy valaki rasszista lesz, hát akkor önmagán kell dolgozni, de azt is elfogadom, hogy vannak valódi sérelmek, úgyhogy én azt gondolom, hogy másfajta, mint külföldön, és rejtett is azért, szóval nem ilyen. Hát igen, én is egyet tudok érteni, hogy rejtett rasszizmus van, de viszont az is sokat befolyásol, hogy egy roma, vagy esetleg egy brazil, az tudjon asszimilálódni a kultúrája. Vannak, azt mondom, hogy tiszteletbe kell tartanak annak az országnak a kultúrája, a tradíciója, és ez ebbe nem azt mondom, hogy egyet kell érteni, de ahogy mondja a boldog mondások is, hogy a békességre igyekezők kell lennünk minden helyzetbe, mert azt gondolom, ha egy sérebb, én is tapasztalom, valaki lekezelően beszél hozzám, és nem engedem magamnak azt a alacsony szintet, hogy én lebeszél, hanem szép napot, teljesen kedvesem, és azt látom, hogy ez nagyon-nagyon hat. Túl kell lépni, és nem szabad nekünk arra a szinten lelacsonyítunk magunkat, hanem azt a tisztesség, emberi tisztesség mindennek meg kell adni, és hát el kell nyerni, le kell engedni, ennyi, azt mondom. Thomas? Hát én szerintem Franciaországon vagy Ausztriában sokkal nagyobb a helyzet, sokkal nagyobb a probléma.
Magyarországon nem úgy veszem észre. Azt, hogy hibe-hoba azt mondja a kis cigány nekem, meg így. Itt bemegy, itt kimegy. Tényleg így neveznek engem párszor, a kis cigány mit beszél, meg ezt mondják nekem. De hát már... Jó, az is... Az is meg kell, az fontos, hogy mert egy Franciaország, vagy egy Anglia, vagy olyan zónák vannak, azok a no-zónak, azért maradjunk ahogy Magyarországa, hála Istennek, az nincs, azért ezt is mérlegelni itt kell. Itt még a Hős utca is egész járható. Igen, azért mérlegelni igen. kell, hogy azért... Brüsszelbe bemész egy kerületbe, aztán nem jössz már ki. Tehát azt mondom, hogy nem is rasszizmus ez, hanem ja. ez, hogy... Bejön valaki igen. idegen a te ország, és szétbomlja. Persze, hát kinyitod a házadat, hogy a tolvaj elvigyen. Igen. Hát persze, hogy nem, mert védelkezni igen. kell. És azt látom, hogy mondtad, hogy azt látom, hogy külföldiek, azt látom, hogy németek is vesznek házat magyarra, az hollandok, mert a közbiztonság sokkal jobb, mint külföld. Pontosan. Hát meg a társadalmi problémákat a politikai vezetőknek kezelni kell. Észre kell tudni venni, hogy hol, milyen speciális, miért alakul. Én egyébként annak például örülök, hogy azért ez az antiszemita, rasszista vonal, ez azért kiszorult a közbeszéd. Igen. Ből. Jobb a helyzet, még mindig sok a feladat szerintem, de sokkal jobb a helyzet, mint akár csak 10 évvel igen. ezelőtt, meg közben mondjuk a Jobbik, ami annak idején a legszélsőségesebb párt, éppen más jellegű problémákkal van elfoglalva, én ennek személy szerint szintén nagyon örülök, mert így legalább a közbeszéd jobb lehet. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, elrepült a műsoridőnk, tanulságos volt, úgyhogy tényleg köszönjük a beszélgetést.